Ha Prima Primissima immár 12. éve irányítja a figyelmet a kiemelkedő teljesítményekre és tehetségekre, valamint támogatást biztosít azoknak, akik példát mutatnak, szórakoztatnak, valamint tudományos és oktatói teljesítményükkel építik a jövőt. Az előző évekhez hasonlóan idén is 10 kategóriában ismerik el a megyei tehetségeket. Ezek a magyar irodalom, magyar oktatás és köznevelés, magyar építészet és építőművészet, magyar sajtó, magyar sport, magyar népművészet és közművelődés, illetve a magyar zeneművészet, közölte Comba Csaba, a VOSZ megyei elnöke. A jelölést egy társadalmi kuratórium végzi az elmúlt két évben, ennek 12 tagja van, és a díjazottaknak a kiválasztását is ez a kuratórium végzi el. Minden évben három kategóriában adhatunk át megyei primadíjat, ők 1 millió forintot kapnak személyenként. Ez is fontos, hogy személyeket lehet jelölni az elmúlt időszakban már, tehát egyesületeket nem. És lehetőségünk van külön díj átadására is, egy főnek 500 000, vagy pedig kettőnek 250 000 forint összegben. Mi az 500 000 mellett döntünk minden évben, és egy negyedik díjazottunk is lesz, egy külön díjas 500 000 forint értékben. A Prima díj átadása ebben az évben november 10-én lesz a hagyományoknak megfelelően a Megyeháza dísztermében. Idén a rendezvény fővédnöke Sesták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter, a védnöke pedig Demján Sándor, a VOSZ elnöke lesz.